Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Halászlé Fesztiválra került sor Wellandon, ahol a halász-vadászkör fundraising vacsoráján kizárólag halételeket szolgáltak fel. A diszkóval és értékes nyeremények kisorsolásával egybekötött fantasztikus hangulatú eseményen 460-an jelentek meg. Welland. Az egyik legrégebbi magyarok által nagy számban lakott város Kanadában. Az 1920-as évek végére a wellandi magyarok felépítettek egy római katolikus, egy görög katolikus és egy református templomot. A helyi magyar közösség számára azonban fontos volt egy olyan hely létrehozása, mely arra szolgált, hogy vallási és politikai nézettől függetlenül összejöhessenek és megélhessék magyarságukat. Ezért építették fel magyar házukat, amit ők magyar önképzőkörnek neveztek el. Az 1960-as évek végére már a magyar családok száma elérte a 11 000-et. A wellandi magyarok ma is a negyedik legnagyobb közösséget alkotják a városban. A helyi magyar emberek nagyon sokat tettek a wellandi vízlépcső megépítéséért, amely összeköti a Lake Erie-t a Lake Ontario-val. Ez a világ második legnagyobb, ember által létrehozott építménye a kínai nagyfal után. A helyi magyar ház vezetősége és tagjai élükön Nezezon Tibor elnökkel az idén önerőből, belülről teljesen felújították a régi önképzőkör épületét. A belső, nagy terek világosak lettek, és a berendezések, hangerősítő, kivetítő rendszerek is a kor igényét maximálisan kielégítik. A wellandi magyarok összetartása és egymás segítése sok más magyar közösség számára is példamutató lehet. Az elnök hitvallása, hogy a közösségnek van elnöke, és nem az elnöknek van közössége. Ez azt jelenti, hogy a közösség szolgálata Nezezon Tibor számára a legfontosabb, ami a közösségi rendezvények létszámán nagyon jól látható. A hétvégén rendezte meg a halász-vadászkör a halfesztiválját a wellandi magyar házban, melyről az egyesület egyik tagja a következőket mondja. A wellandi magyar halász és vadász csoport, mi már 1972-ben kezdtük, és mi minden évben csinálunk táncot és vacsorát, de most ez volt a legelső, hogy csináltunk egy vacsorát csak halakkal, halászlé és hal. Sütöttünk 1100 szelet halat. 150 liter halászlét adtunk ki. Óriási siker volt, mert körülbelül 460 személy jött ide a Magyar Házba az idén. Ennyi ember még soha nem emlékszik rá, hogy hát, hogy ilyen sokan voltunk. És nagy örömmel megköszönjük mindenkinek, aki eljött, magyarok, kanadaiak, mindenki, aki segített nekünk, hogy egy kis pénzt össze tudjuk szedni, hogy a szigetünket egy kicsikét újra életbe tudjuk hozni a nagy baj után tavaly leégett mind a három Carriage a szigetünkön, és mostan kell azt megcsinálni, és erre gyűjtünk pénzt. A Halász-Vadász Egyesület tagjai számára már korán kezdődött a nap. A haltisztítás vidáman zajlott a hajnali órákban. A konyhában is nagy volt a munka, hiszen közel 500 személyre kellett halászlét főzni és rántott halat sütni. Az összegyűlt vendégek türelmesen kivárták sorukat, míg hozzájutottak a finom halételekhez. A várakozás idejére a kellemes zenéről Kurucz Béla diszkós gondoskodott. A vendégek éltek a tombola lehetőségével, és nagy igyekezettel tették meg tétjeiket. A gyerekek is kiválóan érezték magukat. Amíg a szakácsok szorgalmasan dolgoztak a konyhában, addig munkájuk eredményét gyorsan szétosztották a gyakorlott szakemberek az éhes emberek között. Sok kanadai is meglátogatta az eseményt, és nagyon elégedettek voltak a kínálattal. Természetesen az ital is fogyott rendesen, hiszen barátok közt, beszélgetés közben az is jobban esik. Voltak, akik most ünnepelték születésnapjukat, akiket barátaik felköszöntöttek. A vacsora után kezdetét vette a tombola sorsolás. Miután Kurucz Béla valóban kiváló zenéjére elkezdődött a tánc, amit a jelenlevő fiatalok és idősek egyaránt nagy élvezettel roptak. Thank you.
a dínyertes halászlé, ami itten a fonthili halász halból készül. És neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitárom. Az élet ment tovább, és néhány jó barát veled együtt segített. És született egy dal, mely senkit sem zavar, talán te is megérted. És most itt vagy velem, újra együtt, igen, csak dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szól is meg a kezem, szól is meg is vigyen jó. Szóljon hangosan az ének, ölj velem kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek én. Szóljon hangosan az ének, örülj velem kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Te sem tudhatod, hogy mi vár majd reád, ha valahova betévedsz. De ott is szól a dal, nincsen semmi baj, hisz ritmusra ver a szíved. És most itt vagy velem, újra együtt, igen, csak dal is újra neked szól. Most itt vagy velem.